Nora eltűnt. Stephen Collins, Garai Nagy Tamás. Denis Farina, Dániel Fizsolt. Zene Mark Snow. Fényképezte James Glennon. Írta Gordon Graceman és Tom Cole. Ne olyan gyorsan. Rendezte Joyce Chopra. Kérem, add még. Hé. Hogy hívják? Neve csak van, nem igaz? Nem emlékszem. Mire emlékszik? Semmire. Csak az elmúlt egy órára. Nincs magánál személy? Jogosítvány vagy hitelkártya? És a férje rá csak emlékszik? Nincs. Nincs férjem. De hiszen jegygyűrűt visel. Nem érzem jól magam. Jöjjön, segítek magának. Nem, nem kell. Boldogulok. Ott a mosdó. A te hibád. Biztos, hogy egy nő van a mosdóban. Úgy néz ki, mint akinek valami baleset. Teljesen össze van szabadulva. Az arcán, a fején, mindenhol zúzódások. Nem ártana, ha megvárna. Mindjárt kijön. A francba, hölgyem! Azt akarja, hogy elgázoljam!
Rénóba megy. Igen, de mi a baj? Mi történt? Oda kell jutnom. Nagyon sürgős, kérem. Rendben. Menjünk. Mit csinál? Mozogjon már! Három ötven. Ennél többet kell, hogy érjen. Ha azt akarom, hogy nekünk is megérje, ennél nem adhatok többet. Nézze, miért nem megy haza és beszéli meg a férjével? Rendben, 350, akkor vegy el. Hey, Denton, ezt nézd, gyere csak! Miben segíthetek? Kérem a... ...442-es. Mindjárt megnézem, hogy szabad-e. Szerencséje van. Töltse ki ezt, kérem. Bridget. Hogy van? Az előbb jelentkezett be egy nő. Megnézhetném a bejelentő lapját? Jobb, ha siet vele, Denton. Csak egy éjszakát tölt itt. Nincs egy másik 442-es szobájuk? Nincs, hölgyem. Csak ez az egy van. Akkor szeretnék kijelentkezni.
Bocsásson meg, hölgyem. A hotelünkben mind a két cipőviselése kötelező. Ki maga? Denton. Biztonsági őr. Értem. Köszönöm. Egy hamburgert kérek. Nem, inkább egy sajtburgert. Salátával. Mi a mai leves ajánlatuk? Kagylóleves. Akkor egy kagylóleves kérek fokhagymás kenyérrel, és később egy kis desszertet. Jól van. Minden rendben. Nyugodjon meg. Sokkot kapott. Összeesett. Összeesett az utcán. Azt hittem, üldözött. Így igaz. Nem fizette ki a számláját. Gondoltam, ez a hölgy vagy rosszul van, vagy csak át akarja verni a pincért. Emlékszik a nevemre? Denton. Biztonsági őr. Így van. Felhoztam az ügyeletre. A barátom orvos készített magáról egy-két röntgenfelvételt. Mindjárt itt lesz. Semmi szükség erre. Már jól vagyok. Nem. Engedje, hogy megnézze magát, csak a biztonság kedvéért. Nem. Már ilyen jól van, Miss Green? Igen. Dr. Stein vagyok. Üljön fel ide, hadd nézzem meg. Hogy érzi magát? Jól. Remek. Nézzen egy pontra, tartsa nyitva a szemét. Nem fáj a feje? Nem. Nem szédül? Nem. Hány ingere? Nincs. Jó. És az emlékezete? Rendben van? Igen. Biztos? Igen, biztos. Miért? Az agyrázkódás sokszor emlékezet kieséssel jár, általában átmeneti. Megnéztem a röntgenképeit. Semmiféle daganat, semmi törés, szóval nincs komoly baj. Elmondaná, mi történt? Elestem. Na és hol? Az utcán? Vagy... Nem. Túráztam. Denton szerint önt Paula Greennek hívják. Los Angeles-i, igaz? Átnéztem a bejelentőjét. Igen, így igaz. Címe? Jelenleg nincs. Az előző címe? Annyira fontos ez, én... Ha azt akarja, hogy a biztosítója fizessen. Majd én fizetek, csak hadd öltözök fel, és hadd menjek innen, jó? Rendben, Miss Green. Kifelé menet a pénztárnál fizethet. Köszönöm. Hát, viszlát. Viszlát. Minden jó. Kösz. Viszont. Mm.
Mennyi pénze maradt? Ki tudom fizetni az éttermi számlát. Borravaló nélkül. Mit fog csinálni? Nem tudom. Nézze, bár nem ingyen, de van egy szabad szobám. Be lehet zárni. Ha akarja, használhatja. Hát itt volnánk. Csak úgy költözzek be ide. Nos, ez itt Nevada. Az emberek jönnek, mennek. Ez az élet. Jöjjön. Maga is most költözött ide? Ó, nem. Csak kidobtam mindent, ami nem kellett. Megyek és hozok ágyneműt. Hoztam egy pólót, amiben alhat. Köszönöm. Amint találok munkát... Ó, persze, ahogy magának megfelel. Igen. Milyen munkát szeretne? Bármit, amit találok. Dolgozna a hotelben? Mint micsoda? Felszolgáló. Ismerek valakit a bárban. Csak ha akarja, nem kényszerítem, magától függ igazán. Miért csinálja mindezt? Nem tudom. Talán egyszer maga is tesz velem valami jót. Jó ét. Jó ét. Koktélt legyen szíves. Két viszkit kérek. Hogy megy neki, Phyllis? Hát Pinker még nem volt, az biztos. Ó, azt tudom, de egyébként milyen? Időre van szüksége. Csak ma este kezdve. Készen, Mr. Denton. Köszönöm. Baszni. Paula Greenként jelentkezett be, de biztos, hogy nem ez a neve. Kérlek, nézz utána. Nem gondolod, hogy esetleg más dolgom is lenne? Nem gondolom. Oké, de nem ingyen. Hé, te vagy a legjobb magánnyomozó Rénóban. Gondolod, hogy ingyen foglalkoztatnálak téged? Tőled kitelik. Akkor áll az alkú. Közös kockázatra, rendben? Még hogy közösre? Na ki innen? Ernie. Ez egy előkelő hölgy, aki belibben ide szakadt jelmezben, és álnéven jelentkezik be. Valami elől menekül. Bármi legyen is az, pénzszaga van. Érted? Na és mi ez? Egy újabb megérzésed, vagy mi a fene? Nézd csak, arra kérlek, hogy nézz utána. Miért olyan nagy ügy ez? Oké, ha bármi bejön 50-50. Természetesen. Oké, adj egy kitetet. Megkapod.
Hogy van, Jenny? Jól van? Tudod, teljesen más életet élek. Az az egész ürület a múlté. Jobb későn, mint soha. Hát igen. Jenny jól van. És ez a fickó, akihez hozzáment? Igen, nagyon boldogok. Ó. Oh. Örülök. Igazán. Jó. Viszlát. Hetes és tizenegyes. Gyerünk! Ez az! Hét! Tessék. Ez 11-es nyert, hetes nyert. Megint a kedvenc műsorod? Imádom a rejtélyeket. Nos, kire emlékeztet? Phyllisre. Egy hete még aligha. Mintha egy teljesen új személyiség lenne. Végeztél? Uh-huh. Jó neked. Nem mondtad kölcsön a hátadat ma estére? Megmasszírozzál? Ó, kösz. Ó, jaj, de jól esik. Hogy tanultad ezt? Nem tudom. A magas sarok az oka. Ez a vacak ruha meg öröki le akar csúszni rólam. Téged nem idegesít, mert engem nagyon. Engem nem zavar. Nos, hát ilyen kinézettel nem csodálom. Nem így értettem. Ne szerénykedj, egy remek alakod van. Kérdezd meg Dentont. Miért? Mit mondani? Semmit se kellett mondania. Elég volt ránézni. Paula! Mi a baj? Jól van. Nincs semmi baj. Nyugodj meg. Nyugi. Nincs semmi baj. Látom, keményen dolgozol. Ernie, barátom. Csak nem találtál valamit? Úgy is mondhatjuk. Hello. Hello. Beszélnünk kell. Kérek két viszkit és egy vodkát tonikkal. Köszönöm. Most rögtön. Dolgozom. Nos, nem sokáig, feltéve, ha el nem magyarázod, hogy miért pont egy nyugdíjas minnesotai tanár bizonyos Leonard Blaylock biztosítási számát adtad meg. Talán a barátod? Felcserélhettem a számokat, vagy valami ilyesmi. Ellenőriztem az összes Paula Greent Los Angelesben, és te egyik sem vagy. Miért csinálod ezt? Ez a munkám, emlékszel? Tehát hajlandó vagy beszélni, vagy tegyem, amit ilyenkor kell? Nincs miről beszélnünk. Rendben. Ha velem nem akarsz beszélni, lesznek épp elegen, akikkel majd beszélhetsz. Viszlát! Denton! Ne csináld ezt, te nem értheted! Akkor miért nem magyarázod meg? Nem tudom! Jobb lenne nekem, mint a rendőrség. Elmondanám, ha tudnám. Ez meg mi a felét jelent? Nem is Paula az igazi neved, akkor hát mi? Na rajta, halljuk, mi az? Nem tudom! Hogy? Mert nem tudom. Nem tudod? Az elmúlt két héten kívül semmire sem emlékszem. Csak nem azt akarod mondani, hogy kihagy az emlékezeted? De! Ó, ugyan már, ne nézz hülyének! Te egyszerűen hazudsz nekem! Menj a fenébe! Hé, hey, várj! Nem várnál egy percet! Várj már! Csak azt akarom mondani nem neked, hazudok de... neked, és egyáltalán nem nézlek hülyének! Oké, okay, rendben, nyugodj meg! Te segíts van! Csillapodj le! Ne csináld ezt, jó? Ne sírj! Rendben. Hiszek neked, oké? Okay? Elhiszem! Na gyere, beszélgessünk egy kicsit.
erre nem tudok válaszolni. Fogalmam sincs, mi történt. Csak arra emlékszem, hogy a sivatagban ébredtem fel, és ide stoppoltam. Valami azt súgta, hogy a 442-es szobába kell mennem, de tévedtem. Nem tudom, miért jöttem ide. Miért nem mondtad el ezt nekem a kórházban? Az orvos azt mondta, az amnézia átmeneti. Azt hittem, visszanyerem az emlékezetem. De még nem sikerült. El kéne mennünk a rendőrségre. Összehasonlítanák az új lenyomatod az eltűnt személyekével. Nem, semmiképp. Egyedül kell kiderítenem. És hogyan? Valami számomra ismeretlen módon? Lehet. Tudod, mit gondolok? Hogy nem akarsz emlékezni. Képtelenség. Ha akkora képtelenség, akkor miért félsz a rendőrségtől? Kis büntetés, Denton. Nem ulassz el még egy fizetést. Jó kis testőröd van. Jól vagy? Majd inkább én, jó? Gyere, ülj le szépen a székre. Úgy, hajts hátra. Paula, mondanom kell valamit. Tartozom neked. Semmivel sem tartozom. Te nagyon kedves ember vagy. Úri ember. Van róla fogalmat, hogy hány nő jött nekem ezzel a hülye szöveggel? Na hány? Egy se, te vagy az első. Jól van, tartsd így. Ó, de jó érzés. Azt hiszem, nem ártana, hogyha Eddie és az emberei minden este átnéznének. Hé, ezután te mindenkit lepuffantasz, aki csak rám fogja emelni a kezét. Eltaláltad. Hé, remekül lősz, ezt hol tanultad? Úgy értem, lehet, hogy kiderül, hogy mesterlövész vagy. És eszedbe jutott valami. Denton, ezt hagyjuk. Jó van, hagyjuk. Egyébként kik voltak ezek? A főnök neve Eddie Prosper, uzsorás. A másik kettő a pofozó embere. Sokkal tartozol? Elég sokkal. Mennyi az a sok? Mi ez, kvíz? Úgy tűnik, te sem szereted, ha faggatnak. Igen, de te előnyben vagy, mert nem emlékszel a válaszokra. Ja, hát én ezt nem nevezném előnynek. Nekem se ártana egy kis amnézia. Egy-két dolgot én is szívesen elfelejtenék. Mint például? Hát gyóntatsz, mert addig sem rólad van szó. Igen, addig sem rólam van szó, nem igaz? Na beszélj csak. Hát eladósodtam, ezért Editől kértem kölcsön, és egy párszor késve fizettem, amit nem kedvel. Nem kérsz egy italt? Majd én. Ne. Leszoktam a viszkiről. Phyllis mondta. Ó, tényleg? És még mit mondott Phyllis? Hogy hazárdíroztál? Enyhe kifejezés. És hogy ráment a házasságod? Hát igen, néha mindent el kell veszítened ahhoz, hogy rájöjj, hogy mi fontos igazán. Ezek szerint én hamarosan rájövök.
Az a feleséged képe a nappaliban? Igen. Uh-huh. Hogy hívják? Jenny, de mi a fenének társalgunk ezekről? Ma este eszedbe jutott valami, ami fontos volt. Mi volt az? Miért is érdekelne? Érdekel. Mi a baj? Semmi. Eszedbe jutott valami? Nem. De igen. Mi volt az? Nem. Mondd meg, mi volt az? Semmi. Sehova félek. Mitől? Mitől? Egy férfi. Folyton egy őszajú férfit látok. A férjem összeesik. Az inge csupa vér. Lelőtték, haldoklik. És az én hibám. Miért, Paula? Miért a te hibád? Mert én lőttem le. Kezdjük előről. Mesélj még a látomásodról, a szobáról. Milyen volt? Valamire csak emlékszel. Oké, fehér volt. Egy fehér szoba. Olyan, mint valami nyaraló. Amit épp nem használnak, és látom a bútorokat. Az ágy. Az ülő garnitúra. Le vannak takarva. Nem tudom. És látom. Ezt nem bírom tovább, túl fáradt vagyok én. Én csak túl fáradt vagyok. Nem, nem. Jó, hagyjuk. Ne erőltessük. Denton, ha megöltem a férjem, nem akarom, hogy belekeveredj. Már belekeveredtem. Nézd, holnap végignézzük az összes újságot, és kiderül, hogy történt-e valahol ilyen gyilkosság. Rendben van? Ha bármi kiderül, a köztünk lévő viszony megváltozik. Tudom. Azonnal jövök. Hé, Paula! Paula! Ha? Minden újságot átnéztem, és semmi. Semmi ehhez hasonló gyilkosság. Úgyhogy felhívtam a barátom a rendőrségen, az ő kompjúterük sem tud róla. Majd megkérdeztem Ernie-t is. Azt mondta, hogy az amnézia során gyakran előfordul, hogy a beteg képzel dolgokat valóságosnak vél. Mi a véleményed? Szóval az egészet csak kitaláltam. Így van. Legyen szíves. Oh, hát te... Nora. Nora Freeman. Tudtam, hogy te vagy az. Sajnálom. Bizonyára téved. Hogy tévedek? Nem hiszem. Épp elégszer láttam ahhoz, hogy felismerjem. Folyton jár a pofám. Mondja, honnan ismeri Norát? Phyllis! Phyllis! Hol van Paula? Elment, már rosszul lett. Paula! 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 Nem tudnak egy bizonyos Jack Freemantról? Igen.
Hol a fenében voltál? Hol voltál? Nem tűnhetsz el csak így. Sajnálom. Igazad volt. Már nem tűnhetek el. Nézd, van itt valaki. Valaki, aki látni akar. Szia! Szia! Micsoda öltözék? Ez itt Jack Fremont. A férjed. Igaza volt. Nem. Nem ismersz? Nem ismer fel. Sajnálom. Tudod, azt hittem meghaltam. Hozok valami innivalót, mindjárt itt leszek. Nem, majd nem, én. Nem, hagyd csak. Van miről beszélnetek egymással. Tudod még, nem is szólítottál a nevemen. Jack. Olyan jó, hogy láthatlak. Milyen nevet kell megszoknom? Nora. Oh, bocsánat. Nagyon nehéz lehet neked. Még hogy nekem. Tudja, ki ez a nő? Nem holmi pincér egy szállodában. Egyike Kalifornia állam 4 legmenőbb ügyvédjének. Úgy volt, hogy az itt tartandó kongresszus egyik főszónoka lesz. Lehet, hogy te emiatt jöttél ebbe a városba, és tudat alatt azt remélted, hogy valaki felismer. 2 hete találtam rá, a kongresszus pedig tegnap kezdődött. Nem rémlik valami? Erről nem ugrik be semmi? Nem, sajnálom. Nem látok csak villanást, vér és... Paulát tényleg üldözik ezek a... Nórát. Az orvosok azt mondták, hogy ezek nem emlékek. Azok, akik elvesztik az emlékezetüket, az agyukban keletkező ürességet mindenféle fantáziálással töltik ki, amelyek nem igazak. Nem. Én lőttem. Fogtam a fegyvert. A saját kezemmel. Hé, várj egy pillanatot. Milyen fegyver, le tudnál Kicsi, fekete. Ez az a pisztolyod. Van pisztolya. Ó, igen. Mindenhová magával vitte. És milyen jól lő? Képes egy ekkora követ eltalálni 15 méter távolságból. A sivatagba jártunk gyakorolni néha órákig is. Látod, ez az? Erre emlékeztél, hogy a sivatagban valami célpontokra lőttél. Ennyi az egész. Igaza van, kicsim. De most nagyon rossz lelki állapotban vagy. Nem. Megöltem egy embert. Tudom. Látom, ami... Mikor láttad utoljára? 2 hete. És mi történt? Egy alapítványhoz mentél, én pedig egy ügyfelemhez. Ön is ügyvéd? Hát, majdnem. Építész vagyok. Azaz voltam, amikor az emberek még építkeztek. Jó, de mi történt? Hazamentem. Nem volt otthon, vártam. Felhívtam 1-2 embert, végül a rendőrséget. Eltűntél. Hogy erről nem lehetett hallani, ha egyszer híres? Lehetett. Helyi szinten írtak róla. Egész kampányt indítottam. $50,000. Ilyen sokat érek?
Ennél sokkal többet érsz, de csak ennyit sikerült összegyűjtenem. Erről jut eszembe. Itt a csekk. Persze, köszönöm. Te tudtál a jutalomról? Nem. Tegnap mondtam neki, amikor felhívott. Azelőtt vagy azután, hogy elmondta, hol vagyok? Ne. Denton mindent megtett, hogy segítsen rajtunk. Már 2 hete egy magánnyomozót dolgoztat ez ügyben. Tényleg? Csak egy barátom segített, ennyi az egész. Mindketten jól jártak. Igen. Nora. Nem szeretnél hazajönni? De azt hiszem, igen. Berakom a holmid a kocsiba. Nora, hallgass meg! Ez nem egészen így van, ahogy ő mondta. Akkor hogy van? Hidd el, kell a pénz! De nem emiatt keveredtem bele. Talán eleinte igen, de később... Nem számít, Denton. Úgysem tartoztam ide. Azt hiszem, így van. Kész vagy? Igen. Nos, hát akkor még egyszer nagyon köszönöm. Nincs mit. Vannak gyerekeink? Nincs. Miért? Hát, nagyon elfoglaltak voltunk. Talán egy kis érzők. Az első mindig a munka volt. A karrier. Meg hasonlók. Fiatalkorunkban nagyon sikeresek voltunk, így észre sem vettük az idő múlását. Tudod, hogy mi voltunk a legmenőbb pár? Most már igen. Bizony. Ilyenek voltunk. Lőni jártunk, csomó pénzt kerestünk. Párizsba jártunk hosszú hétvégekre. Ez már elmúlt? Azóta már más időket írunk, drágám. Látod ott azokat a házakat? Melyeket? Hát a félig készeket, gazdátlanokat és az üreseket. Én terveztem mindet. Jókor mi? Úgy tűnik. Hát tudod, te sokkal több pénzt keresel, mint én. Az ügyvédeknek jól megy. Különösen a csődeljárások miatt. Nem úgy a vállalkozóknak. Mi a baj? Hát, nézd, nem akarlak felzaklatni, de hát tudom, hogy gyenge vagy még. Aznap, mikor eltűntél, egy másik embernek is nyoma veszett a cégednél. Milan Singler. A főnököd volt. Sok szó esett a kettőtök ügyéről. Milyen kettőnk ügyéről? Őt még nem találták meg. Érted? Hé, itt van!
Gyertek, itt van a nő meg a férje! Gyertek! Asszonyom, legyen szíves! Asszonyom! Asszonyom, nyilatkozz a táncnak! Legyen szíves! Ez csak egy kérdés, csak egy Mrs. Freeman! Kérdés! Menjen már innen! Mrs. Freeman, mit tud illet Hitler? Legyen szíves! Mrs. Freeman! Asszonyom, uram, maga ezt szeretném megkérdezni! Hajlandó nyilatkozni a sajtóra? Mit szól ez az egészhez? Nem hiányzott a feleség? Üdv, Mrs. Freeman! Isten hozta ügyvédnő! Bemehetnénk, hogy beszélgessünk egy kicsit? Hogyne, ha van engedély. A hölgyel szeretnénk beszélni. Van engedélyük? Nincs. Hát, akkor majd itt beszélünk. Mrs. Freeman segítene nekünk? Amennyiben tudok. Hová ment Leland Sinclairrel? Nem tudok róla, hogy bárhová is mentem volna vele. Mrs. Freeman nem tartja furcsának, hogy ön és Mr. Sinclair egy napon tűnnek el, majd ön visszatér egyedül, épségben. Nem épségben. Agyrázkódásom volt, amnéziámban. Értem. Azt állítja, hogy amnéziája van. Így van, valami nem stimmel. Pofa be Freemant! Mrs. Freemant, ha jellemezni kellene ön és Leland Sinclair kapcsolatát, mit mondana? Világosan elmondtam. Nem tudom, ki az a Leland Sinclair. Ön és Leland Sinclair közeli ismerősök voltak. Ezzel mire akarsz célozni? Hát csak arra, uram, hogy ez az amnéziás história nem fog működni. Ezt itt senki nem veszi be. Én is hadd mondjak valamit. Ez az én birtokom, úgyhogy tűnjön el. Mrs. Freemant, önnek hamarosan a törvény előtt kell számot adnia. Majd meglátjuk, hogy ki tart-e addig az amnéziája. A francba! Ezek azt hiszik, hogy bármikor rátörhetnek az emberre. Azt hiszem, jól esne egy ital. Menj be a nappaliba, mindjárt jövök. Merre van? Jobbra vagy balra? Bocsáss meg. Elfelejtettem. Gyere. Egy pillanat, hadd szedjem össze magam, jó? Tényleg itt lakunk? Igen. Ha a rendőrség is hagyja. Mivel vádolnak engem, Jack? Gyere, előbb igyünk valamit. Nem. Most mondd el. Szemétbanda. Először megszabadulnak Lilentől, és most rád akarják kenni. Próbára kell tenned az emlékezeted. Miről beszélsz? Te és Leland Kalifornia talán legnagyobb rendőrség elleni tárgyalására készültetek. A rendőrség ellen? A férj egy volt rendőr. A feleségét majdnem agyonverte. A nő felhívta a rendőrséget, de a férfi régi haverjai nem mentek ki, így a nő egy életre levénult. Ez az én területem. A nőkkel kapcsolatos esetek. Mindig a legjelentősebb eset a te területed. Lilendel már az összes tanúvallomást megszereztétek, ezért holnap reggel elmegyünk az irodádba, és megnézzük, hogy megvannak-e még. Mivel eltűntél a képből, a rendőrség már azt hitte, hogy megnyerték az ügyet. De csodás módon visszajöttél. El akarnak kapni, mielőtt te kapod el őket. Nem hiszem, hogy erre képes lennék. Most még lehet, hogy nem, drágám. De holnap talán már mindenre emlékezni fogsz. Ez egészen zavarba hoz. Hát... tudod... te vagy a mindenem. Mindig szerettem fényképezni. És lehet egy szép nőnél jobb témát találni? Ezt a fegyvert láttam az álmomban. Ez a pisztolyod. Hogy került ide? Itt szoktad tartani, ha nincs a táskádban. Mi történt Leland Sinclairrel? Hol van?
Nóra, figyelj rám. Bármi is történt, nem a te hibád. Oké, tedd le. Tedd le. Tedd le. Azt hiszem, kezdek megőrülni. Oké. Semmi baj. Jól van. Hogy néz ki Lilian Sinclair? Ez akkor készült, amikor díjat nyertél a kamarában. Teljesen oda volt, érted? Azt mondta, ez a kép a legnagyobb dolog a cég életében. Minden újságban megjelent. Jack, én megöltem ezt az embert. Nora. Ezek csak képzelgések. Nem, nem. Figyelj, nem hallgass Jack, meg! Te nem hallgass érted. Meg! Kérlek, gondolj arra, mit éltél át. Ma reggel még Paula volt a neved, most pedig egészen más. Egy csomó dolog történt veled, fogalmunk sincs, hogy mi. Pihenned kell. Hidd el. Felejts el minden mást holnapig. Sok dolgod lesz. Amint felkeltünk, elmegyünk az irodádba, de most aludnod kell. Oké? Megágyazok neked. És kikapcsolom a telefont. És ma éjjel még a vendégszobában alszom. Köszönöm, Jack. Igazán jó, hogy itthon vagy. Tizenhat, 17, 18, 19, 20. Akkor azt hiszem, rendben vagyunk. Nem. Nem. Van még valami? Ugyan már, nyugi. Ne szív merre pajtás. Most etettem fel új koronát. Na! Hazatért Kaliforniába, de továbbra sincs hír közeli munkatársáról, Leland Sinclairről, akinek ugyanazon a napon veszett nyoma. Mrs. Fremont azt állítja, hogy amnéziája van. A hatóságok azonban szkeptikusak, és attól tartanak, hogy büntény áll a háttérben. Halló? Ki? Oh, Danton! Igen, igen. Mi újság? Nem. Nora éppen pihen. Alszik. Nem szeretném felébreszteni, csak most... Hé, nézze. Talán majd máskor, oké? Okay? Rendben, persze. Hogyne. Hogyne, majd máskor. Jó. Majd máskor. Komolyan mondom, Félix, aggódom miatta. Láttad tegnap este a híreket? Hát, hív fel. Már megpróbáltam, de a férje szépen udvariasan lerázott. Akkor hív fel újra. Jól van. Vezetsz?
Egész jól csináltad. Persze. Ha nem segítesz, még mindig a lyukkasornál lennék. Hogy emlékszel a lyukkasorra? Nem tudom. Furcsa ez. Oké. Melyik épület az? De hiszen olyan egyformák. Ne rám nézz, nem én építettem Számoza őket. Van? Nem hiszem. Az irodám a 442-es? Nem, a 8. van. Mrs. Fremont? Jó reggelt. Eileen. Eileen. Jó napot, Mrs. Fremont. Itt vannak az üzenetei. Mit bámulnak? Tudja, nem hittük, hogy ilyen hamar visszajön. Igazán? Mrs. Fremont, bárcsak tudtam volna, én... Nora ő a titkárnőt. Meg. Meg. Nem emlékszik rám, ugye? Meg kell értenie, bár biztosan nagyon furcsa lehet. Szörnyű volt. Újságok, tévé, rendőrség. Figyelj, Nora, most el kell mennem egy-két hitelezőhöz. Nem sokára visszajövök, addig megrebízlak. Oké? Megmutatom az irodánkat. Meg, ez az én irodám? Nem, ez Sinclair úré, az öné ott van. Magamra hagyna egy kis időre? Hát, Mrs. Fremont, ez nem valami jó ötlet. Meg, kérem, előkeresné a rendőrségi ügyanyagát Mr. Sinclair-ével együtt. Pár perc múlva ott leszek. Rendben. Iszunk egy kis kávét, és elbeszélgetünk. Virágok. Köszönöm meg. Ó, nem. Jack lopakodott be vele, hogy meglepje. Figyelmes ember a férje. Igen, az. Tanúvallomások a Harley kontra Montin Grove ügyben. Meg? Igen, Mrs. Fremont. Ha ő Jacknek hívja, akkor én Nora vagyok. Igen. Olyan vagyok, mint aki egy másik bolygóról jött? Hát igen. Üljön le meg. Jobban voltunk? Elválaszthatatlanok. Éjfélig is együtt dolgoztunk. Én voltam a jobb keze. Megígérte, hogy támogat a jogi tanulmányaimban. Ez továbbra is fennáll. Meg, itt mindenki azt hiszi, hogy bűnöző vagyok? Nem tudom, mit hisznek.
De remélik. És miért? Nos, ha ön börtönbe kerül, akkor megüresedik egy hely a cégünknél. Értem. Jól van? Mi a baj? Nincs egy térképe a környékről? De van. Megyek, idehozom. És elvihetném a kocsiját egy időre? Jöjjön. Tudja, hálás vagyok, hogy segít. Ott van. Hello, hogy van? Lasszul is maga. Tudja, van itt valami, amit meg szeretnék. Ó, sajnálom, Jack, elment a kocsimmal. A fenébe. Remélem, nem aggódik. Nézze, biztosan minden rendben. Remélem, nem lesz semmi baj, csak tudja, képtelen voltam nemet mondani. Olyan izgatottnak tűnt. Hát persze, persze. Meg, hívjon, amit visszajött, rendben. Thank you.
esküm. Szóval ez a féle véletlen. Alig, hogy visszatért, már is a hegyekbe kocsikázott, és lám egy hullát talált. Hm? Csak nem azt akarja mondani, hogy a tudatalattia vezette a tett színhelyére. Nem lehet rossz gazdag ügyfelekkel. Akik még elutaznak, magára hagyják a házukat. Felismeri ezt? A maga kis rejtek helyén találtuk. Ó, mi ez? A gyilkos fegyver? Ezzel folytotta meg, vagy mi? Tisztában van azzal, Jack, hogy a felesége komoly bajban van. És milyen érdekes. A két jogász közül, akikkel a rendőrség félt szembe találkozni a bíróságon, az egyik gyanúsított, a másik hulla. Vajon mit kerestek maguk ott, amikor Nora épp kijött az ajtón? Mintha csapdába akarták volna ejteni. Ha tudták, hol a hulla, miért kellett megvárni, míg ő megtalálja? Ez nem stimmel. Azt tervezi, hogy vádat emeltet ellenünk, Jack? Mi az? A férje felcsapott ügyvédnek. Tudja, maguknak állást kellett volna cserélniük. Amíg maga Sinclairrel az ágyban hancúrozott, rávehette volna, hogy vegye fel Jacket a céghez. Sajnálom, sajnálom. A feleségemnek amnéziája van. Elég szelektív az amnéziája. Szerintem pedig kamu. Ha letartóztatják, ügyvédet hívunk. Ha nem, hazamegyünk. Hey, itt jönnek! Mrs. Freeman! Nem nyilatkozunk! Nem! Kérem, kérem, válaszoljon néhány kérdésemre! Nem nyilatkozunk! Uram, uram, válaszoljon! Értsék már meg, hogy nem nyilatkozunk! Mr. Freeman! Gyere! Felesége, megcsalta ön! Hagyjanak végre! Ez nem zavarja? Mr. Freeman! Paula! Tegye odébb ezt a kamerát! Tegye odébb ezt a kamerát! Mr. Freeman! Mr. Freeman! Mr. Freeman! Mr. Freeman, milyen érzés, ha az ember gyilkosnak tartja? Mr. Freeman! Egy pillanat! Legyen szíves! Szeretnék valamit mondani. Bármi is történt Leland és közötted, már a múlté, vége. Ám lehet, hogy meg se tudjuk, mi volt. Nem számít. Megbocsátok, ha ez az, amit hallani szeretnél. Kérdés, hogy magadnak megbocsátasz-e? Meglátjuk. Nem innál valamit? Nem, kösz. Kicsit fáradt vagyok, azt hiszem, lefekszem. Menj csak, készítek vacsorát.
Mit csinálsz? Azt hittem pihensz. Jobb lenne, ha inkább letennéd. Bezártad. Hát, ismervén az idegállapotod, attól féltem, hogy még valami őrültséget teszel. Az összes gyógyszert kidobtam, amit csak találtam. Sőt, a konyhakéseket is el akartam dugni. Állítólag, akik elvesztik az emlékezetüket, 10-szer nagyobb az esélyük az öngyilkosságra, mint másoknak. Aggódom miattad. Azt remélted, hogy öngyilkos leszek, vagy hozzá segítettél volna? Hogy? A pisztolyon csak az én új lenyomataim vannak. Igaz? A rendőrség megérkezik. Sosem hittem volna, hogy a feleségem képes ilyesmire. Így gondoltad, Jack? Nora! Miről beszélsz? Nézz rám, Jack. Nézz a szemembe. Én vagyok az. Visszajött. Vagy önvédelemből tetted. Nem tudom, de nem kitervelt gyilkosság volt. Jack, senki más nem tud erről, csak én. Én vagyok az egyetlen tanúd. Miről beszélsz? Segítetek. Tanúskodhatok. Az én hibám. Kérlek, bocsáss meg. Ó, Jack, annyira félek, de tudom, hogy sikerülni fog. Felmentetetlek. Tényleg? Biztos.
A hűtőben van peskő. Ígyuk meg. Szeretlek. Hozok poharakat. Oké. Befogadsz még idegeneket? Gyere be! Jack volt a gyilkos, igaz? Igen. Tudtam, tudtam, a zsigereimben éreztem, hogy ő nem akarta azt, hogy emlékezz. Sajnálom ezt a pénzügyet. Én pedig, hogy ebbe belekevertelek. Hol van most? Otthon. Ki tudja, mit fog még csinálni. Hívjuk a rendőrséget. Nem, nem lehet. Miért nem? Nem hinnék el. Miért ne hinnének? Úgy állította be, mintha én tettem volna. Miután lelőtte Lélendet, elmenekültem. Követett, a kocsimmal egy szakadékhoz kényszerített, meg kell találnom a roncsot, csak így tudom bebizonyítani, mi történt. Hé, én lehet, hogy meg tudnám találni. A múltkor, amikor elmentem. Én tudom, hol van. Van ott három szakadék. Cliffside-tól keletre. Te újra emlékszel. El is felejtettem. Tessék! Tudja mit? Legyen ma jó napja, a többit tartsa meg. Kösz! Jackkel sosem voltunk meg olyan jól, ahogy mutattuk. Lélen nagyszerű ember volt. Klassz csapat voltunk. Kitaláltuk egymás gondolatait. Aztán Jack üzlete hanyatlani kezdett, és egyre jobban ivott. Te pedig nem hagytad magára a bajban. Nem hűségességgel. Bonyolultabb ennél. Mennünk kellene. Már el is felejtettem, milyen jó beszélgetni. Én pedig, hogy milyen jó veled beszélgetni. Ó, bár csak a fényképezőmet hoztam volna el ehelyett. A címe az lenne, hogy Végzett Hotel, 17-es szoba. Klik! Igen, én ezt a képet már láttam. Csak ti most nem táncoltok. Lélendel táncoltál? Hm? Gyerünk, táncolj!
Itt most nem róla van szó, hanem rólunk. Semmi baj. Nyugi. Jó van, semmi baj. Jack haver, azt hiszem ebben kissé mellé fogtál. Hogy hívnak? Denton? Ha folytatni akarod a karriered, mint biztonsági őr, ülj le és pofa be. Úgy. Köszönöm. Figyeld a műsort. Nóra, hoz neki pesgőt. Lám, ez az öreg fiú egészen Rénóból eljött, csak hogy lásson. Hát nem kedves? Mondja, milyen volt a feleségemmel aludni? Sokat mozog. És a kedvenc nyögései? Tudja. És ő? Ő milyen volt? Kemény fiú? Egy kis vizzamat. Egy kicsit másmilyen, mint az öreg Leland. Nem igaz? De hisz Rénóban még nem is tudtad, hogy ki vagy. Lehet, hogy ettől még jobb volt. Még szexisebb. Igazam van? Igazam van? Nem igaz? Erre számítottam. Ne mozdulj! Vetkőzz le. Nem érted? Nincs vesztenivalóm. Várj csak. Fogd! Hopp. Óvatosan töltve van. Rajta! Nem fogom megtenni, Jack. Bebizonyítottad, hogy nem vagyok képes lőni. Hát te, bébi. Szemtől szemben le tudod lőni a férfit, akivel még 10 éve nem tudtál betelni. Most pedig közveszélyes. Gyere, tedd meg. Lőj le. Vagy én lövöm le őt. Áll az alkú? Ez az. A következőt egyenesen a szívbe. 3-ra, Nora. Oké? 1 2 Csoda, hogy ezt túlélted.
Lövedéknyomok voltak a hátsó ablakon. El tudtuk volna kapni. Vannak bizonyítékaink. Nagyszerű. Csak ő már nem érte volna meg. Igen, tudom. Nagyon sajnálom a történteket, Mrs. Fremont. És most? Mihez kezdesz? Hát, nem tudom. Nézd, bár nem ingyen, de van egy szabad szobám. Be lehet zárni, kulcsa is van. Ha akarod, használhatod. A tiéd lehet. De nem kötelező. Rajtad áll. Még meggondolom. Magyar hangok: Barta Éva, Jancsik Csaba, Jámbor József, Kovács Axel, Krizsik Alfonz, Olá Zsuzsa, Varga Orsolya. Magyar szöveg: Goldman Márta és Kovács Axel. Hangmérnök: Gombos Géza. Rendezőasszisztens: Kovács Axel. Gyártásvezető: Gombos Géza. Szinkronrendező: Jámbor József. A szinkront az HBO megbízásából a CTS Kft. Készítette.